Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kabai Városi Televízió műsorát látják, szeptemberben másodszor, idei évfolyamunkban 37. alkalommal, 2016. szeptember 11-én vasárnap. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Az ősz az egyik kezével a nyárba fogódzik, a másikkal a télbe kapaszkodik. Az egyik szeme mosolyog, a másik sír. Ahogy kinézek a ligetre, látom, hogy ezüstbe, aranyba, bíborba öltöztek a fák. De ez a nagy pompa nem tartós. Lekopaszítja a fákat egy szellőlebbentés, és a zörgő leveleket szerte szét hurcolja. Azokkal küldi az ősz az üzeneteket az embernek, madárnak. Az embereknek azt üzeni, itt az ideje a gyümölcs szedésnek, a kukoricatörésnek. Megérett a szőlő, lehet szüretelni, szántani, vetni. A madaraknak küldi az ősz a sürgető postát. Készüljetek, fecske gólya, itt az óra, indulóra. Kedves nézőink, Móra Ferenc írása után ma, hogy kölcsön vegyük ezt a hasonlatot, az ősz azon kezével foglalkozunk, amely még egy kicsit visszafelé, a nyárba kapaszkodik. A Kabai Nyári Színház idei bemutatóját elevenítjük fel, amely, hogy egy hiteles, objektív megyei sajtóorgánumot idézzünk, fergetegesre sikeredett. Ezt írta a haon.hu. A nézők az augusztus 20-ai premiért úgy visszatapsolták, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel szeptember 3-án még egy előadást rendeztek a kultúriskola udvarán. Bodó Sándor országgyűlési képviselő is megtekintette az előadást. Vele azonban nem csak a színházról, hanem közéleti kérdésekről is beszélgettünk. Bár most az időjárás már az őszi arcát mutatja, elég esős, borús idő van, de azért az augusztus a napfényről, és hát mondjuk ki őszintén, hogy a könnyed, szórakoztató programokról is szólt itt Kabán. Nagyon mozgalmasra sikerült az augusztus, elég ha a káposztás napokra emlékszünk, és ha komoly rendezvény van Kabán, akkor rendre feltűnik Bodó Sándor országgyűlési képviselő, hiszen ezeken az eseményeken reprezentálni kell, nem csak akkor kell jönni, amikor ugye a dolgos hétköznapok vannak és tárgyalnak mondjuk a polgármesteri hivatalba. Miért fontos, hogy ön is jelen legyen ezeken a közösségi eseményeken, és egyáltalán miért fontosak ezek a közösségi összejövetelek? A társaságban jó lenni. Talán ez egy egymondatos válasz is lehetne, tehát emögött sokkal több van. Természetes módon nyáron, de azt gondolom, hogy talán már nem ennyire évszakhoz köthető, de nyáron nagyon sok olyan közösségi rendezvény van a településeken, amely összehozza a falu vagy város apraja nagyját, hazalátogatnak esetleg a távolba szakadt rokonok, szomszéd településekről ide látogatnak, és esetleg totál civilek, akik látják a híreket, ők is szívesen eljönnek. Ez azt jelenti nyilvánvalóan, hogy fejlett közösségi élet van, színvonalas közösség élet van, és ez nyilván csábító. Ma már elmúlt annak a varázs, hogy csak egy-két nagy rendezvény a fővárosban, és csak ott lehet látni olyat, ami mindannyiunk szívét, lelkét gyönyörködteti. Egyre inkább azt érzem, de ez most nem egy-két éve van, hanem már több éve érzem, hogy a vidéki települések a saját maguk kútfőjéből olyan produkciókat tudnak megvalósítani, olyan terveket készítenek, és ezt meg is tudják valósítani, el is készítik színvonalasan, ami mindenképpen példaértékű. Hát a nyár ugye nagyon sok helyen a gasztronómiai fesztiválokról szól, de ez érthető is, hiszen a magyar nemzettudatnak a gasztronómia, a magyar kultúra az egy eléggé szoros párban kezelhető vonása, és hát örömmel jöttem nyilván a kabai rendezvényre is. Egyébként Kabán akkor is nagyon komoly rendezvények vannak, mikor nem vagyok itt, de próbálok azért minél többet eljönni. Ez nem csak arról szól, hogy kikapcsolódjunk, bár kár lenne tagadni, tehát nyilvánvalóan jó érzés látni ezeket a vidám perceket, de ezek a találkozások, ezek arra is alkalmat adnak azért, hogy egy kicsit kötetlenebb formában beszélgessünk. Nagyon sok emberrel sikerül ilyenkor megállni, két-három szót váltani. Nem mindenki vállalja azt föl, hogy eljövök fogadóórára, hivatalos levelet írok, vagy telefonálok, de ha azt látja, hogy mondjuk egy ilyen rendezvényen mondjuk egy-két méter áll tőle az országgyűlési képviselő, akkor
és bátorítóan néz felé, akkor szívesen megszólítja, és esetleg azt mondja, hogy hát nekem ilyen vagy olyan bajom van. Van, amikor csak két mondat is tudjuk rendezni, valamikor ez egy kapcsolatfelvétel kezdete. Tehát amikor egy ilyen szabadidős rendezvényen veszek részt, én mindig nyitott vagyok arra, hogy egyébként tessenek oda jön. És van, aki úgy, nem akarom zavarni, hát ez nem arról szól. Nyilvánvalóan ennek megvan a rendje, módja, stílusa, de itt Kabán ezt nagyon jól csinálják az emberek, és azt gondolom, hogy számtalan hasznos beszélgetés is volt ezeken a rendezvényeken. A káposztás napoknak az elejére nem értem ide, mert hát, ahogy említettem, sokfele készítettek a bográcsalát üzet. A közepén, végén, pont abban a viharos időjárásban, majd az azt követő, már jó időben voltunk itt, családdal, barátokkal, ismerősökkel jöttünk mi is, mert hogy hoztam őket, hadd élvezzék az itteni jólétet, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg egy remek hangulatú este volt. Én csak azt kívánom a városnak, hogy mindig legalább így sikerüljenek a rendezvényei, ez rendben volt. Ez most nem az augusztus 20-ai Szent István napi ünnephez kötődött, hanem egy kicsit előrébb hozták a szervezők. Lehet, hogy azért, mert már gondoltak a 20-ai rendezvényekre, illetve ott azoknak a napoknak az eseményeire. Nagyon színvonalas kertészeti kiállítást rendezett a Kabai Kertbarátkör, a legszebb konyhakertek versenyre is elküldik a nevezéseket idén is, és hát nem beszélve a Kabai Nyári Színház fantasztikus musical bemutatójáról. Mind a kettőt látta a képviselő úr is. Igazából az egyiket, mert augusztus 20-án nagyon sok olyan rendezvény volt, ahol ott kellett legyek, és fájt is a szívem egyébként, hogy vajon most le fogok maradni erről a produkcióról, mert hogy kedvesen invitáltak. Akkor azt gondoltam, hogy igen, de aztán néhány nap múlva jött a hír, hogy lesz egy ismétlés, még egy előadás, és mondtam, hogy na akkor itt kőkövön ne maradjon, mindenképpen el kell jönnünk. Egyébként rendszeres látogatói vagyunk a Kabai Nyári Színház előadásainak. Még emlékszem azokra az első produkciókra, amikor ki hogy tudott éppen pallón, deszkán, kövön, gumiabroncson, ott az iskola oda régi, még a felújítás előtti a régi udvaron, régi helyen volt az előadás, de hát a hangulat az ugyanakkor, vagy ugyanolyan volt, mint akkor. Akkor is nagyon jól éreztük magunkat, most meg már nyilván sokkal civilizáltabb körülmények között szintén, hát nem is a külsőségeken múlik, hanem, hogy említettem azon, hogy ez a kis csapat, ami nem is olyan kicsi már, az mit és hogyan tud összerakni. Fantasztikus dolog, és számomra egyébként a mostani rendezvénynek az volt a legnagyobb tanulság, hogy a következő korosztály is megjelent. Tehát nagyon sok szereplőt ismertem, mert láttam korábbi rendezvényekről. Kiváló, tehetséges emberek, akik egyébként tudom, hogy a civil életükben teljesen mást, egészen mást csinálnak, de ilyenkor ebben az időszakban kivetkőznek civil önmagukból, és hát egészen káprázatos produkciót adnak elő. Megmondom őszintén, hogy ugye alkalmanként látok profi vagy félprofi társulatokat, és hát ott sem jobbám a színvonal, tehát itt, amit lehetett, én azt gondolom emberileg és szakmailag is mindent beletettek. És úgy említettem, most a mostani üzenet az számomra az volt, hogy egyrészt egy nagyon vidám darab, nagyon jól eltalált szereplőke, de az, hogy a következő korosztály a fiatalok is benyőnek. Ez nyilván azt is jelenti, hogy a következő évtizedekre is a Kabai Nyári Színház szakmai utánpótlása biztosítva van, és hát ez nyilvánvalóan nem csak a Nyári Színház csapatának, hanem az egész városnak egy nagyon nagy értéke. Csak gratulálni tudok, és hát remélem, hogy jövőre is fogok tudni jönni. Egyébként elterjedt a hír a produkciónak, hát hogy ne terjedt volna, és hát hallottam itt egy-két polgármester kollégát, hogy majd összejövök velük, meg segíts már. Hát nem tudom aztán, hogy hogyan, miképpen haladnak, úgy tudom, hogy egy nádudvari előadás talán már le van foglalva, a ladányiak is törik a fejüket, tehát nyilván itt hely is kell, meg sok minden más is, hogy működjön, meg érjen rá persze a stáb, hiszen ahogy mondtam, itt mindenki dolgozik, vagy iskolás, de ez azt is jelenti, hogy nem csak Kabának fontos, hanem a térségnek is, ez meg nyilván az én szívem még külön megdobogtatja. Véget ért az augusztus, elkezdődött a szeptember, gyerekeknek az iskola, parlamenti képviselőknek a parlamenti ülésszak, gondolom, hogy elég mozgalmas és munkával teli lesz a szeptember. Igen, ilyenkor az a gyakorlat nálam, hogy mindenképpen egy ilyen fogadóórás hetet tartok. A normál időrendben általában Püspökladányban, Hajdúszoboszlón minden héten van fogadóóra, SOS esetekben telefonon, e-mailen utol lehet érni. De fontosnak vélem, hogy minden településre eljussak. Ezért aztán ilyenkor ősszel, meg télen is mindig tartok egy olyan alkalmat, egy olyan hetet, amikor minden településre ellátogatok. Nem, meghirdetjük, nem probléma, ha esetleg nem jön el se.
senki, én akkor is kiülöm azt a penzumot, hát ha ide ér, hát ha mégis befut, de egyébként nem az a jellemző, hogy nem jönnek, tehát azért jönnek, nem olyan nagy számban, de jönnek az emberek. Ez fontosnak vélem, mert van, aki idős, van, aki beteg, van, aki nem tudja azt megoldani, hogy utazzon, tehát fontos, hogy ellátogassak ilyenkor ezekre a helyekre, helyben is legyen fogadóra, és hát ez mindig feltölt azért engem, mert munkát is ad meg, meg valahogy ilyenkor ez a tűz az, ami úgy indítja a szezon. Ezek a vélemények, ezek a javaslatok nyilván a következő hetekben, hónapokban a parlamenti munkában azért tudnak engem tájolni, és hát ez nagyon fontos. A következő lépés az az lesz, hogy lesz egy néhány napos frakcióülésünk az őszi évad fő feladatairól. Hát itt azért nagyon sok minden van, de van egy fontos esemény, amely a következő heteket, sőt attól tartok hónapokat, éveket is meghatározza, ez a migráns kérdés. Aztán pedig nyilvánvalóan a törvényhozásnak a maga menetrendje az szintén elő fog majd jönni. Mozgalmas, munkás ősz lesz, de hát ezt szoktunk, ezt vállaltuk, ezt is fogjuk tenni. Ugye október elején lesz a népszavazás a migráns betelepítéssel, kötelező befogadással kapcsolatosan. Mennyire pártpolitikai jellegű ez a szavazás? Hát őszintén mondom, mert most nyilván sokan azt fogják mondani, hogy biztos azt mondja, hogy nem pártpolitika, de ez most tényleg nem pártpolitika. Ha belegondolunk, hogy mondjuk Európában, Nyugat-Európában milyen állapotok alakultak ki az elmúlt évtizedekben és az elmúlt egy-két évben különösen. Ha belegondolunk abban, hogy mondjuk a távoli, de nem annyira távoli kontinenseken milyen a helyzet gazdasági szempontból, népesedés szempontjából, államszervezet szempontjából, akkor azért van okunk aggódni. Ma már igazából nincsenek távolságok. Nyilvánvalóan több ezer kilométert viszonylag kicsi anyagi ráfordítással, de meg lehet tenni. Olyan távoli... Főleg, ha segítik csempészek a szútat. Olyan távoli helyekről indulnak el Európa felé emberek, amit valamikor néhány évtized ezelőtt elképzelhetetlen távolságnak tartottunk. Ma ezt fölvállalják. Nyilván nagyon sokat kell azon gondolkodnunk és a megoldást keresni, hogy miért jönnek ők el onnan. Mi az, ami arra ösztökél, hogy Európában boldoguljanak. De ugyanakkor meg kell találnunk azt a választ is, hogy Európa hogyan fogadja őket. Fogadja egyáltalán. Tudunk-e segíteni? Kik jönnek be ezekkel a csoportokkal? Mindenki menekült? Bevándorlók? Kik lehetnek még közöttük? Hogyan tudnak beilleszkedni? Hát nem akarok én extrém példákat mondani, de ezer meg egy nyitott kérdés van, és ami a legesleges, legfontosabb, ebben egy nemzeti véleménynyilvánításra szükség van. És ezért fontos az októberi időpont, a népszavazás, mert erről bizony véleményt kell mondanunk. Persze nem vagyok álszent, tudom, mert hallom, látom az emberek véleményét. Nagyon sokan azt mondják, hogy köszönjük szépen, megvan nekünk a magunk baja, magunk sikere, öröme, de nyilvánvalóan ilyenkor általában azt mondják, hogy a magunk baja. Még egy ilyen veszélyforrást, egy ilyen kilátástalan, megoldhatatlanak tűnő dolgot köszönjük szépen, nem szeretnénk vállalni. Tehát az emberek nagy többsége ezt mondja, de ha szükség van egy hivatalos véleménynyilvánításra is, és ez az alkalom az. Ez a mostani döntésünk, és ennek a következményei egyébként, én azt gondolom, hogy évtizedekre meg fogja határozni Európa sorsát, nyilvánvalóan ezenből Magyarország sorsát is. Nem nehéz elképzelni, hogyha mondjuk ezek a csoportok beérkeznek Európába, és esetleg Magyarországra, ha egyszer is bejönnek és letelepednek, soha többé nem fognak elmenni. Tehát nem lesz az, hogy ma jobbra fordul a sorsuk valahol Ázsiában, Afrikában, nem tudom én melyik csoport honnan indul, és akkor majd összeszedelőzködnek és elmennek. A mostani vélemény és ennek a következményei nyilván azon alapulnak, hogy aki most amellett érve, hogy igen, maradjanak itt, akkor az a következő generációkra, a következő évtizedekre, de talán nem nagy szó azt mondom, hogy örökre Európában ezt a helyzetet megerősíti, megalapozza. Tehát nagyon-nagyon fontos, és ez tényleg nemzeti kérdés, összeurópai kérdés. Ha belegondolunk, hogy vajon a valamikor úgy mondták, hogy boldogabb nyugaton, hogyan is, miképpen is élik most az emberek a mindennapjaikat, hát azt kell, hogy mondjam, hogy a boldogabb jegyzőt már el is lehet hagyni. Én civilben pedagógus vagyok, és tudom, hogy milyen érzés az, amikor mesélték a barátaink néhány nappal ezelőtt, hogy például egy nagyjából
Kaba szintű, de talán egy picit kisebb település Kelet-Németországban, és a gyerekeknek egy síp van a nyakában, az utcán, úgy mennek az iskolába, és ami veszélyforrás van, akkor azt meg kell fújniuk, mint valamikor a természetjáróknak, amikor eltévedtek. Tehát számtalan meg egy példát tudna mindenki mondani az ismerősei által, esetleg a hírekből, tehát ezeket a dolgokat, a gyerekeink jövőjét, az ország, a nemzet jövőjét nem lehet kockáztatni. Tehát ez, én biztosan merem állítani, hogy nem pártpolitikai kérdés. Nyilvánvalóan a pártoknak is van erről egy véleménye, álljonak ki, aztán mondják el. Említette, hogy most nagyon fontos, hogy megismerje az emberek véleményét, fokozatosan és folyamatosan tart lakossági fórumokat, most is egy fogadóra kapcsán tudtuk elcsípni erre az interjúra, de mi a helyzet a Kabát érintő különböző pályázatokkal? Ugye vannak olyanok, amelyek már beruházási szakaszban vannak olyanok, amelyek még a tervezési időszakban. Igen, hát valóban nyilván a pályázatoknak az a sajátosság, hogy különböző kategóriák, különböző állapotok jellemzik őket. A legnagyobb csomag egyébként a területi operatív program, ez szépen elkészült Kabán, tényleg tanúsíthatom a zöldvárossal kapcsolatos energiahatékonysággal. Itt némi hiánypótlás van, de ez mindenütt van, tehát ez minden pályázatnak természetes velejárója. Ezt most teljesítik a hivatalok. Néhány napon belül döntés előkészítő bizottság, megindul az eljárási rend, és hát ősszel ezek az eredmények már nagy biztonsággal várhatóak. Egyébként nyilvánvalóan ideje is, hiszen azért ez már az Európa Uniós ciklust, annak menetrendjét tekintve jócskán időszerű. Valamikor tavasszal lehet ebből tényleges építkezés, tehát ez úgy tűnik, hogy rendben van. Nem akarom megkerülni a kérdést, gondolom a tornaterem, tornacsarnok az, ami inkább... A kabaiak kérdezgetik, igen, hogy miért állnak a munkálatok. Igen, a helyi kedélyeket borzolja. Hát elég érdekes történet ez, mert most derült ki, hogy annak az épületnek a helyén valamikor pince vagy pincesor is volt. Hát nagyon sajnálom, hogy ezt a tervezők, vagy akiknek annak idején dolguk lett volna, nem mondták, nem tudták hamarabb, mert sajnálatos módon egész konkrétan az történt, hogy megkezdődött az építkezés, elvégezték az alapozási munkálatokat, pontosabban megkezdték ezeket a munkálatokat, és akkor kiderült, hogy a talajmechanikai szerkezet nem teszi lehetővé azt, hogy pótmunka nélkül, alapmegerősítés nélkül folytatódjon az építkezés. Úgy tűnik, hogy ez csak egy gyors döntés egy maszek építkezésnél, de hát egy ilyen állami beruházásnál van egy eljárási rendje. Újra tervezés, már úgy értem műszakilag, nyilván a hatóság eljárásokat újra ennek a fényében pontosítani, és ehhez a plusz költségfedezetet megteremteni. Egyébként maga a folyamat információm szerint már végigment, tehát a döntés már megszületett erre vonatkozólag, a kivitelezőt most a napokban fogják értesíteni, és hát minden remény szerint folytatódik is majd a munka. Hát sajnálom, hogy a nyár ilyen bürokratikus útvesztőkkel telt, mert sokkal jobb lett volna, hogy ez az építkezés már olyan stádiumban van, hogy esetleg belső munkálatokat lehet végezni télen. De hogy más közeli településeken? Hát igen, más közeli településeken. Tehát szép időszak volt ez az életünkben, amikor azt mondtuk, hogy 5 tornacsarnok épül a választókerületben, és én magam is gondoltam, hogy nem egyik hétfőn, másik kedden, harmadik szerdán lesz kész, de ekkora különbségeket civilként, nem vagyok építész, nem gondoltam. Az egyik településen már készen vannak tulajdonképpen, belső munkálatok vannak hátra néhány hét, Kabán pótmunka alapozás folytatódik, és van, ahol pedig néhány hét múlva lesz még lerakva az alapkő. Tehát így szétszorulott ez a mi kis világunk az 5 csarnokkal. Hát így azért elhiszem, hogy az... Melyik az 5 település? Szívesen elmondom, Bárándon már nem sokára készen vannak, tehát ők néhány hét, 1-2 hónap is ott átadó lesz. Szereptelepülés a másik hely, ahol talán jövő héten lesz alapkőletétel. Hát vajon mit mondanék, ha lenne a Szerepi TV riporterének, ha ők megkérdeznék, hogy hát kedves képviselő úr, hogyan és miképpen is van ez. Tehát ott a közbeszerzés megtámadása miatt állt meg, tehát jogi csűrcsavar volt benne. Sárit udvariban egy közepes tempóban folytatódik, tehát az ott rendben van. Nagyrájban ugyan nem a mi körzetünk, de ott is tulajdonképpen menetrend szerint haladnak, tehát ezek a település megvolt, mind az 5, azt hiszem megszámoltuk, tehát mindegyik megvolt. Azért mondom Nagyrábint, mert ugye mi valamikor mégiscsak egy választókerületbe tartoztunk, és hát szerencsére továbbra is nagyon jó a kapcsolat a polgármester kollégák között is, parlamenti képviselő kollégával is, tehát mindig szoktunk arról a településről is beszélni, és hát segíteni egymás minimum információval, amely korábban esetleg a másikon körzetébe tartozott, tehát csapatmunka, ezért mondtam az 5-öt.
képviselő úr most is rohan egy másik helyszínre, úgyhogy nem tartjuk fel tovább. Reményeink szerint az őszi időszakban is lesz lehetőségünk interjút készíteni. Jó munkát kívánunk! Köszönöm, számomra lesz az öröm, és üdvözlöm a kabai nézőket! Mamma Mia, az ismert ABBA dalokra épülő fergeteges musical, azt gondolom, hogy sokak előtt ismert, és talán még ismertebb lesz, hiszen a Kabai Nyári Színház az idén ezt a zenés-táncos darabot mutatta be, és ahogy az ismert megyei orgánum a haon.hu tudósított, a premier fergetegesre sikerült. A nézők a 20. premiért követően úgy visszatapsolták előadást, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel szeptember 3-án még egy előadást rendeztek a Kultúriskola udvarán. Bill Austin. Harry Bright. Járjatok szerencsével! Már rendesen. Figyeljetek, van egy titkom, és csak nektek mondhatom el. Úristen, terhes vagy. Dehogy is. Képes. Július 17. Micsoda éjszaka. Koncert után Sam átvitt csónakon a kis szigetre. Táncoltunk a parton. Aztán smároltunk a parton. Aztán pont. Mi? Pont. Annak idején a kölyökországban még így nevezték. Oh. Sam az igazi. Tudom, hogy ő az. Biztosan érzem. Szóval ez a bizonyos Sam, az a fár. Szextúra a szigetre. Várj, még nincs vége. Aztán Sam közölte anyámmal, hogy hazautazik megnősülni. A disznó. Annyira tipikus pasi. Vagy tovább! Ne, Szopi! Állj meg! Motorcsónakot bérelt, átmentünk a kis szigetre, ahol előbb hegye, aztán petje, és végül pont. Bill! Szopi! Hát nincs fél órája, hogy véget ért a darab, azt gondolom, hogy még nagyon frissek az élmények a szereplőkben, reméljük, hogy a nézőkben is. Milyen érzések, milyen gondolatok kavarognak ilyenkor a rendező fejében? Horcsin Lászlóval beszélgetünk. Gondolatok nem. Nincsenek gondolatok, érzések vannak. Amikor siker van, és ma az volt, jó érzések kavarognak még a kis lábamújában is, úgyhogy panaszra nincs okom már. Ez siker volt? Zajos siker? Ez siker volt, bizony siker volt, és el kell, hogy mondjam, újra és újra. Debrecennek, hogy mondjam, egyszer megsértődtek, mert én kijelentettem ugyanitt ebben a tévében, hogy nincs saját nyári színházi műsora. Nekünk viszont Kaba városának, hangsúlyozom, van. És erre legyünk büszkék. Nos, ezt a produkciót Kaba összes résztvevő lakosa, technikai munkatársa, színészi munkatársa, szervező, díszletkészítők és tervezők. Szóval ezt mindenki kabai volt. Én magam is kabai vagyok egyébként, úgyhogy mindenki kabai. Nem voltak félelmek a próbasorozat során benned? Mert azért egy ekkora csapatot összekovácsolni, van akinek a próza megy nehezebben, van akinek az éneklés, van akinek a táncolás, azért egy musical, az feladja a leckét. Feladja, hogy nehagyná fel, egy Lír király is feladja a leckét. Ez egy természetes dolog, hogy nem egyszerre forr ki mindenkiben a szerep. Ez egy abszolút termék. Nem egyszerre forr ki mindenkiben a tánc. Nem egyszerre, van akinek jobb feje van, van akinek kevésbé, van akinek tele van a feje gondokkal, meg egyéb mással, és nehezebben megy, vagy ragad meg a szöveg a fejében. De például itt van a főszerepet játszó kis Zsuzsa, hát olyan jó feje van, egyszerre
készült angol vizsgára, készült kresszre, vezetésre, és erre, és a szöveget elolvasta 2-3-szor a próbán, utána meg kívülről mondta, hát ilyen jó fejű gyereket nem dicsérni kell csak. Igen, talán ami a legnagyobb siker ebben a darabban, hogy most nagyon sok fiatal új arc tűnt föl, nem csak a szereplők között, hanem a táncosok között is. Hát főleg a táncosok között, igen, hát kész repültek a régi tánckar, tulajdonképpen maradt két írmag, és akik ma táncoltak, azok újak. Kezdők, de nagy-nagy hősiességgel, nagy odaadással, nagy alázattal dolgoztak, le a kalappal előttük. Igazi közösség kovácsolódott belőlük, le a kalappal. A színészetben, hát meg tudom említeni, aki úgy, de hát végül is kabán mindenki ismeri a Bálintot, aki a tévéműsort vezeti, ő, aki most a mikrofont tartja. Aki most, igen, tartja a mikrofont, de hát ő hozzá van szokva ehhez a színpadi műfajhoz, mert rengeteg. Hát ugye már a tanári pálya is egy kicsit, aztán a gyerekműsoraid. Mi ahogy beszéljünk inkább a fiatalokról. Fiatal, hát nem fiatalokat nevelsz, te is. Hát azokat nevelsz. Csak vannak szakmai beidegződések, amiket ugye hát meg kell szokni, hogy át kell állni egy másra. Ez egy természetes folyamat ennek az egész. Hát aki megszokta, kijön a gyógyszertárából, már ismeri azt a belső pszichotechnikát, amivel átáll a darabra és a saját figurájára. Aki még kezdő, annak ezt meg kell tanulnia. De ezt csak belül lehet és gyakorlatban megtanulni. De ez sem egyszerre. Mindenki másképpen és más mennyi idő alatt tanulja meg. No, ne dicsérjük itt. Azt gondolom, hogy az már előre jelezte, hogy esetleg sikeres lehet a darab, hogy elég jól fogytak a jegyek, tehát itt ilyen pótpadokat kellett berakni. Ez engem nem érdekelhet. Ha ez érdekelne, hogy akár a főpróbától kezdve is, nem hogy még korábban, amikor februárban elkezdtük a próbákat, hogy mennyi jegy meg, a közönség meg, stb., akkor sajnos rossz irányba gondolkodom. Nekem a produkcióval kell törődnem, a játszókkal. Előző évek sikereit jelezheti, hogy azért töretlen a bizalom a Kabai Nyári Színház produkcióival kapcsolatban, tehát érdekli az embereket, és nem csak Kabán, hanem a környéken is. Ez nagyon-nagyon szép dolog is, hogy kimondtad, és tulajdonképpen azzal, hogy eljönnek, megtapsolják őket, azokat tapsolják meg, akik itt dolgoznak közöttük, itt élnek közöttük nap mint nap, és évi 100 próbát vállalnak azért, hogy nyáron a saját kisvárosuk közönségét, és hát persze saját magukat is, mert imádják ezt a műfajt, szórakoztassák. Ez egy nagyszerű dolog, és tiszteletre méltó. Nagyon, nagyon tisztelem őket. Óriási munkát végeznek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezzel minden elismerésem játszóknak,
közönségnek és a városnak. Álljon meg a menet! Csak nem hagyunk veszni egy ilyen jó kis esküvőt. Na, mi legyen te, görög istennő? Nincs szükséged egy hűséges alattvalóra, akit nyugodtan ugráltathatsz? Megvesztél? Köszönöm, a bigámiából nem kérek. Én sem. Elvált férfi vagyok, aki 21 éve szerelmes beléd. Ezt próbálom kétségbe esetten kimutatni, mióta itt vagyok a szigeten. Na, mi legyen, Dona? Nem kérek sokat, csak mostantól az egész életedet. Hát ha valaki a Kabai Nyári Színház legutóbbi darabjának oroszlán részét vitte a vállán, akkor az Vasné Szurom Íboly, aki Donna szerepét játszotta, és azt gondolom, hogy rengeteg dallal, rengeteg prózával kellett megbirkózni. Most milyen érzések kavarognak benned? Hihetetlen jó érzések kavarognak. Meg kell mondjam, hogy a próbák során voltak bennem feszültségek, hogy hogyan sikerül ez, mert ahogy mondtad, ahogy említetted, tényleg nem kis feladat volt ez. Egyszerre figyelni a prózára, a zenére és a mozgásra is. Hát igen, tehát ez már komoly feladat. És végig-végig a feszültség azért bennem volt, és talán mondhatom, hogy mindannyiunkban. De a 18-ai főpróba az én megítélésem szerint nagyon jól sikerült, és az egy olyan löketet adott, hogy elhitette velem, hogy talán képesek vagyunk rá, hogy jól megcsináljuk ezt. Igen, azt azért kevesen tudják, hogy egy ilyen musical talán a legnehezebb. Egyébként is a legkönnyedebb darabok a legnehezebbek, de azért itt táncolni kellett, énekelni kellett, prózák mondani, és hát ugye egy nagy csapatot összekovácsolni, és ebből egy egységet kihozni. Így van, pontosan. És ez millió nehézséggel járt, és aki nincs benne, a végeredményt látja, nem is nagyon érti, hogy hónapokon keresztül mit kell ezen ennyit próbálni. De én nagyon szívesen mindenkit meghívok, akinek egy pici kedve van ehhez, és próbálja meg, hogy hogyan születik egy ilyen darab, legyen részese, hiszen a végén hatalmas energiát ad és töltetet ad. És ilyenkor azt érzem, hogy ha most elkezdenénk előadás után, még egyszer ugyanígy végig tudnám vinni. De oszlopos tagja vagy a Nyári Színháznak, nagyon sok darabban részt vettél, elég ha az István a királyt említjük, de ez a darab, ez a Nyári Színház sorozatába hogy illik véleményed szerint? Hova illik? Nem volt könnyű a darab választás, amikor tavaly ezen gondolkodtunk, hiszen az volt a mottónk, hogy lehetőleg magyar darabokat válasszunk, de egy idő után, hál' Istennek, kifogytunk már belőle, illetve ugye nekünk azt is figyelni kell, hogy melyik darabhoz találunk megfelelő szereplőt. Sajnos nem rendelkezünk olyan nagyon sok szereplővel, hogy bármit, bármikor. Így aztán jött ez az ötlet, már pontosan nem is tudom, hogy melyikünktől, de zseniálisnak tartottam, hiszen tudom, hogy a közönség körében nagyon-nagyon kedvelt darab ez, és ugye nekünk az az élmény, ha sok embernek játszhatunk. És ez megérzésbe is jött, azt gondolom, legalábbis a végén a Fiesta és a Tapsvihar ezt jelezte. Így van, pontosan. Hihetetlen volt látni, hogy már lement a darab, és már több sorjával elment a Waterloo is, és még mindenki a helyén ült, és nézett, és várta, hogy lesz még valami. Köszönöm szépen, és gratulálok. Köszönöm szépen, és én is neked is gratulálok. Köszönöm. Szép, oly gyorsan szállt el még egy
fel. Nem várok tovább, jöjj hozzám, ha nem. Honnan, Sheridan? Akarod-e férjedül az itt megjelent Sam Carmichael? Akarom! Sam Carmichael, akarod-e feleségedül az itt megjelent Donna Sheridan? Akarom! Akkor most titeket házastársakká nyilvánítalak! Györögül Szófia. Nekem is volt egy Szófia nevű lennéném. Engem is egy Szófiára neveztek el. De hol van Donna? Látnom kell őt, hogy megköszönjem a meghívást. Igen, nagyon kedves, hogy eszébe jutottunk. Nem találkozhattok, még nem. Az, hogy itt vagytok, hétpecsétes titok. A meghívókat én küldtem, ő nem tud róluk. De miért? Hát, csak mert a mama annyit mesélt a régi barátairól, és gondoltam, örülni fog nektek. Örülni! De most hogy ne van Zsomba az esküvő miatt, hogy három váratlan vendég már sok lenne neki? Ide hallgass, Sophie. Amikor legutóbb találkoztam az anyáddal, azt mondta, hogy soha többé nem akar látni. Úgyhogy ha valóban te küldted azt a meghívót, akkor nekem itt semmi keresni való. Jaj, mikor volt az már? 20 éve! Én akarom, hogy itt legyél! De miért? Mert ez az én esküvőm, és én azt akarom, hogy mi mindannyian legyünk barátok. Hát, veszedelmes egy bestia vagy, rosszabb, mint az anyád. Isten őriz, hogy találkozz a fiaimmal, még kicsinálnád őket. Vannak fiaid? 2. Nagyon sokat meséltem nekik erről a szigetről, egyszer elcsábítom őket. Ahogyan a mamát is. Az utolsó. Egy mosolygós kis hölgyel beszélgetek, aki a színpadon is mosolygott, és most az előadás után meg természetesen Heiser Zsuzsi valaki Sophie szerepében. Mondhatjuk, hogy a szombatesti Hepaj női főszereplője volt. Volt-e valami színjátszó előéleted? Hogy csöppentél ebbe a darabba? Hát eredetileg én a lakat színpadban tevékenykedtem, 2 éve vagyok ott. Hát igen, és úgy kerültem ide, hogy megkeresett ugye Bíró Erika a Nyári Színháztól, hogy nem vállalnám el, és én igent mondtam. Akkor még nem tudtad, hogy milyen nagy fába vágtad a fejszédet? Hát igen, rendkívül fárasztó volt a heti többszörös próba, főleg így iskola mellett, de a végén összejött minden. Ugye azért volt nehéz a te szerepet, hiszen nagyon sok próza és nagyon sok ének volt benne. Melyik volt az, amelyik inkább feladta a leckét neked? Hát az ének az inkább egyértelműen, a prózával hamar. Ugye Polcsin László rendező segítette a prózamondást, Lacó Zsuzsa koreográfus a táncokat. Volt-e, aki esetleg az énekben segített? Igen, Drágán Lajos foglalkozott velünk heti egy énekpróbán. Mire számítottál? Ugye volt már főpróba, ezen az utolsó héten már elég intenzívek voltak a próbák. Milyen volt a premier, mennyire hozta be ez a számításait? Hát a főpróbához képest nagyon sokkal jobb volt az előadás, ebben szerintem egyetérthetünk. Hát remélem, hogy nagyon szép és színvonalas előadást sikerült idén is megcsinálni a Nyári Színháznak. Taps, az mindent elmond. Igen. Elég nagy tapsot kaptál. Igen. Kik voltak itt az ismerősei, családtagjaid közül? Hát a közeli családtagjaim itt voltak, az anyukám és a keresztanyukám.
gondolom, hogy ez egy emlékezetes szereplés marad számodra. Mint közösség, milyen volt ez a nyári színház? Sikerült-e új barátokat, ismerősöket megismerni? Igen, mind a felnőttek, mind a fiatalabbak köréből ismertem meg új embereket, és a régi kapcsolataimat is elmélyítettem még inkább. Hát Zsuzsi, gratulálunk, sziporkázóan ügyes voltál, és további sok sikert! Köszönöm szépen! Szombatesti Hepaj, férfi főszereplője, Sky alias Borbély József. Joci, hogy érezted magad a színpadon? Milyen volt ez az elmúlt pár hónap? Azt gondolom, hogy nagyon sok próbával, sok küszködéssel, de megérte. Igen, hát nagyon jól éreztem magam. 7 hónap gyümölcse virágzott most ki itt a 2 óra hosszában. Hát nagyon tetszett. Nagyon szépen mondtad. Kik voltak itt ismerősök, rokonok? A közeli ismerőseim jöttek el, mamám, anyukám, apám, hugom, nővérem, öcsém, úgyhogy eljöttek elég sokan. Gondolom, hogy nem láttál senkit a nézőtéren, hiszen azért a fénytempó az nem nagyon tette lehetővé. Hát igen, igen, de azért látszott nagyjából, hogy mennyi ember jött el minket megnézni.
Igen, az a több száz fős publikum azt gondolom, hogy elég jó hangulatot csinált. Hogy érezted a visszajelzéseket? Azért voltak már közben is tapsok, a végén is nagy tapsvihar. Éreztem, hogy nagyon tetszett a közönségnek, a sok nevetés, hát hallott szurult a tavernán is, úgyhogy nagyon tetszett nekik én szerintem. Neked melyik volt a legnehezebb része a próba folyamoknak? Próza, tánc, azért nektek volt olyan tánc is, amit uszonyos talpal és búvár szemüveggel kellett megcsinálni, vagy az éneklés, ami mondhatjuk, hogy neked az egyik hobbid? Igen, hát mindegyik nehéz volt, mert első fellépésem volt, első készülésem. Meg kellett küzdködni az összessel. És ha jól tudom, akkor a Lakat színpadnak te is tagja vagy. Így van, én is benne vagyok, azt is próbáljuk teljes mértékben. Vicceltünk itt az elején, hogy ha a Mamma Mia nem jön össze, akkor a négyszögletű kerek erdőt még fölvihetjük a színpadra. Hát igen, de hál' Istennek sikerült. Gondolom, hogy nagy az öröm. Nagyon nagy élmény volt, mikor több száz ember minket tapsolt. Gratulálok, és sok siker! Köszönöm szépen! Életbe! Ott vagyunk már! Letörik a lábam ettől a magas sarkútól. Mégis mit vártál? Limuzin? Azt! Donna pontosan tudja, hogy utálom a caflatást. Na gyere már, siessünk meg! Nem tudok neked! Kim, ne rángass! Nem megy! Gyere, menj! Fájt a lábam, rángass! Védelek oda a gonkat, vízi gyúkok! Ma este! És csak ma este! Donna! És a Dinamo! Mi van? Na ki van itt? Ki van itt? Három őrsei Dinami! Na és hogy van az öröm, anyám? Jaj, most, hogy itt vagyok már sokkal jobban! Jézusom, tánya! Létezik, hogy 8 éve nem láttalak? Nagyon megváltoztál! Tudom, szívem, annyira bocs. Az utóbbi időben rászoktam az utazgató milliómosokra. Én meg itt konkrétan röghöz vagyok kötve. Éjjel-nappal bankügyintézőkkel harcolok. Az Isten irgalmazzon meg. Rózi Reni! Szofi Seride! Valahányszor látlak, egyre zabálnivalóbb vagy. No, és sehol egy puszi, ha már elzarándokoltam a világ végére valami esküvő miatt. Engem biztos meg sem ismer. Annyi plastikoltál, nem is csodálkozik. Na, most nézd a csecsemőmet. Pedig még erőtelen az egész élet. Anyu, nem szádába vonulok, hanem férhez megyek. Az én időmben nem volt olyan, hogy férhez megyek, pláne nem 20 évesen. Donna, mi egyáltalán nem akartunk férhez menni. Templomi esküvő, fátyol, orgona meg minden. Csak tudnám, honnan szedi ezeket. Remélem, nem rám célzol, Donna. Tőlem aztán nem. Csajom, ő itt a holnap esti hebaj férfi főszereplője, Sky. Ő pedig Rozi és Tánya, az én két legjobb barátnő, és a régi háttérvokálosaim. Mi az, hogy háttér? Te álltál túl elő. És mi az, hogy régi? Felolvad, megeszed? Szia, már sokat hallottam rólatok. Remélem, csupa rosszat. Az én nevem Pepper. Görögű bor. Olyan erős. És csípek is ám. Ötni is, Pepper az én két bárpultosom, pincére bevezősöm is, mindenesen. Mondjuk nem sok hasznukat veszem, de ennyire rájöttek. Jaj, szívem, ez a panzió valami bámulatos. Ez Sky érdemel. Mit is csinálsz itt pontosan? Nem régóta vagy, igaz? Így van, a londoni tőzsdéről menekültem ide, és hát nem bántam. Hogy? Úgy matattam a világ pénzében, hogy magát a világot sose láttam. Bezzeg az én kis világommal valóságos csodát tett, képzeljétek. Feltett az internetre. Egész nap online vagyok, tényleg járok az e-mailben, és állandóan beverem a szoftverem, a hardveremre. Donna még mindig a matrosban tartja a pénzét, pedig már feltalálták a bankot. Ennek az őrültek azt találták ki, hogy abból a lepukkant teknőből, ami a kikötőben rozsdásulik. Hullám, kazinót építenek? Hogy mi? És miből? Abból arrazok a bárkából. Eddie és Sky luxus lepújt varázsolnak belőle. Manapság az ilyesmi kész milliómos csalú. Kazinózó milliómosok, lehidalok. Tánya, lehet, hogy a végén valamelyik ex-férje itt veri majd el a milliót.
Ugyan szívem, szerinted egy vasat is hagytam náluk. Ezzel pedig biztosan megfognám az Isten lábát. Annyira nem férne már egy kis pihenni. 15 éve viszem ezt a kóterát, egyetlen szabad nap nélkül. Se napolom, se éjjelem, a gyertyát duplán égetem. Milyen kár! Ha bár melózom, tesztelem, egy húzut vas se jön nekem. Ugyan már! Tudom jól a megoldás, belekedél a melózás, ne rám törnek
Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunkba. Jövő héten, szeptember 18-án újból várjuk Önöket a képernyő elé. Addig is várjuk különböző javaslataikat, információikat a jól megszokott elérhetőségen. Mára köszönöm kitüntető figyelmüket. Viszontlátásra!